Nemrég fejeződött be Csák János, kultúráért és innovációért felelős miniszterelőtúr meghallgatása. A papírformának megfelelően megkapta a megfelelő támogatást úr. Én pedig a mi hazánk nevében több fontos dolgot ajánlottam neki, több javaslatot is megfogalmaztam. Megfogalmaztam javaslatként miniszterelőtúr számára a következő négy évre a Magyar szürkállomány magyar találmányok felkarolását és védelmét, ugyanis a mi hazánk szerint véget kell vetni annak a sok évtizedes önsorsontó gyakorlatnak, mely szerint a magyar feltalálók külföldön tudnak érvényesülni, mert különböző okoknál fogva elüldözik őket hazájukból, és nem itt gyümölcsözik az ő szürkállományoknak a terméke. Miniszterjelölt úr erre határozott ígéretet tett, hogy a feltalálók, illetve a találmányok védelmérekében mindent meg fog tenni. Aztán a mi hazánk képviselőjeként eh, azt a javaslatot is megfogalmazta a miniszterjelölt úr felé, mely szerint a szakképzést teljes mértékben át kell gondolni, a mennyiségi és minőségi munkaerőhiányt csökkenteni kell a mezőgazdaságban, a feldolgozóiparban, az építőiparban is, illetőleg a közfoglalkoztatás helyett, a közfoglalkoztatás túlfinanszírozása és túlhangsúlyozása helyett biztosítani szükséges a helyi vállalkozók és gazdák számára a munkaerőt, hiszen a közfoglalkoztatás jelenlegi rendszere elszívja, távol tartja a kevésbé képzett munkaerőt is a gazdálkodóktól és a vállalkozóktól. A mi hazánk képviseletében egy vállalkozóbarát szemlélet meghonosítását kértem a miniszterjelölt úrtól. Már most tiltakoztam az ellen a szinte töretlen 32 éves gyakorlat ellen, mely szerint Magyarországon a vállalkozók többségét vagy fejőstehénnek, vagy bűnözőnek nézik, és ennek megfelelően járnak el velük szemben, akár a közigazgatás működésével, a bírságolási gyakorlattal kapcsolatban több kíméletet és jóval egyszerűbb eljárás rendet kértem, illetőleg a bírságolások lehetőségének feltétlenül szükséges szintre való csökkentését, és annak megakadályozását, hogy amerikai akciófilmekbe illő jelenetek keretében hajtsanak végre, tekes kommandós akciókat idézve, mondjuk munkaügyi ellenőrzéseket, hiszen a vállalkozókat, a munkáltatókat különösen ezekben a válságos időkben partnerként kell kezelni, nem pedig ellenségként. Aztán nem csak innovatív jellegű felvetéseim voltak, hanem kulturális területtel kapcsolatosak is. És itt felhívta a miniszterjelölt úr szíves figyelmét arra, hogy legfőbb ideje megtörni a liberális térhódítást és a liberális uralmat, nem csak a fővárosi, hanem az országos kulturális életben. És határozottan kértem, szinte már követeltem tőle, hogy ebben a négy évben legalább egy történelmi játékfilmet szíveskedjenek elkészíteni, hiszen történelmünk páratlanul gazdag, a, akár a pozsonyi csatáról, vagy a hunyadiakról, vagy egyébként történik számos más jeles személyiségéről, vagy eseményéről lehetne lenyűgöző látványelemekkel teletűzdelt, nagy kasszasikert jelentő filmeket forgatni. Egészen elképesztőnek tartja a mi hazánk, hogy az elmúlt 12 év, 3 kétharmaddal 2 harmaddal végig kormányzó Fidesz-KDNP szinte semmit nem tett a liberális rémuralom megtörése érdekében. Sőt, olyan érzése van a mi hazánk képviselő csoportjának, mintha a liberálisoknak lenne kétharmada a kultúra területén. Miniszter jelölt úr ezt a miniszterelnökség hatás körébe illetve közölte, hogy ez a miniszterelnökség feladata lesz, de egyébként egyetértett az elmondottakkal. Ami pedig tágabb kitekintésben a ma és holnap folyamatban lévő, sorra kerülő meghallgatásokat illeti, ismételten el kell mondanom azt a kritikát, mely szerint a mi hazánk felháborítónak, érthetetlennek és romboló jellegűnek, illetve a problémákat elkerülő jellegűnek tartja, hogy nem lesz, a jelleg szerint nem lesz önálló oktatási, önálló egészségügyi, illetve a családokért felelős miniszter, illetve minisztérium. Továbbá rendkívül aggányosnak tartjuk, hogy az oktatásért és az egészségügyért majd Pintér Sándor belügyminiszter lesz a felelős. Ez valószínűleg miniszter úr számára is egy testidegen, rendszeridegen elképzelés. Az pedig a legelképesztőbb és legérthetetlenebb húzásnak tartjuk, hogy Rogán Antal fogja vezetni az összes polgári titkosszolgálatot, illetőleg pontosabban fogalmazva, valamennyi polgári titkosszolgálatért ő lesz majd a felelős. Még jó, hogy a katonai titkosszolgálatokat nem sorolták be alá. Szerény véleményem szerint. A legfinomabban szóval nem a, legfele, meg, nem a legmegfelelőbb játékos sikerült erre a posztra megtalálni és önmagában nemzetbiztonsági aggályokat vett fel a teljesség igénye nélkül csak a legutóbbi, a végrehajtó mafiához kötődő vonal megemlítése, hiszen a sajtóban nyilvánosságra került információk szerint Rogán Antal kabinetfőnöke, jelenlegi kabinetfőnök is érintett lehet a végrehajtó maffia ügyében. Ilyen előzmények után a titkosszolgálatokért felelős miniszterré megtenni a miniszterelnöki kabinetjelad vezetőjét Rogán Antalt maga a nemzetbiztonsági kockázat, tehát egy, egy minden szempontból elfogadhatatlan, Teljesen érthetetlen, extrém kockázatokat jelentő lépés ez Orbán Viktortól, és gondoljunk arra, hogy pontosan olyan történelmi időket élünk, amikor a polgári titkosszolgálatok szerepe nagyon jelentősen felértékelődik. Talán az elmúlt 32 évben soha nem volt olyan fontos a hírszerzés, a felderítés, illetve az elhárítás, és azok a területek, amelyeket ezek a szervezetek végeznek teljesen alkalmatlannak, érdemtelennek és méltatlannak tartjuk Rogán Antalt arra, hogy ezekért a területekért is ő feleljen, és amennyi lehetőségünk van, természetesen ezzel ellen tiltakozni fogunk.